Köszöntöm nézőinket, önök a Hír Háttér című műsort látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Ahogy a híradóban is láthatták, a hétvégén rendezte meg a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Fehérló Közösségi Házban a hagyományos horvát adventjét. Sok szeretettel köszöntöm Tolnai urat, ugye, aki a Városi Moson-Magyaróvári Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hányadik volt a sorban ez a horvát advent? Ez volt a 11. De igazából el kell mondanom, hogy a nagy adventeket 2006 óta rendezzük, mert ugye előtte nekünk nem volt még énekkarunk, nem volt tamborazenekarunk, és ugye mindig kellett hívnunk hát együtteseket, táncosokat és kórusokat. Ugye akkor mi nem tudtuk ezt iszonozni. 2006-tól, amikor én lettem a önkormányzat elnöke, az volt az első feladatom, hogy létrehozok egy komoly énekkart, és akkor sikerült megegyezést találni Kisner Anika énektanárnővel, aki 2006. októberében kezdett bennünket tanítani. Aki már tiszteletbeli horvát lett. Igen, és már igazából már egész jól érti a horvátot, már szerintem szereti is. És hát igaz, hogy eleinte még elég sok munkája volt velünk, mert ugye nekünk nem egy különleges énekkarunk van, mi azt szeretjük, hogy azokat énekeket énekeljük, amit hát még nagyanyáink, nagyapáink ránk hagytak, ugye mindenki legyen részt benne. Tehát nálunk az volt a szokás, nem kimegosló énekkart akarunk nyújtani, és versenyezni is akarunk senkivel, csak énekelni szépen. Ehhez képest azért egész jól sikerült egy kis kitérőt is, akik emlékeznek a tavalyi beszélgetésünkre elnök úrral, akkor pont ez volt a téma, hogy egy elég rangos versenyen előkelő helyezést értek el a horvátok. Sajnos akkor a döntőn pont az akkori a 10. horvát advent rendezvény miatt nem tudtak részt venni. Aki esetleg itt volt ezen az adventen, vagy aki már látott, vagy aki majd a televízióban fogja látni karácsony tájékán ezt a jó kétórás műsort, az láthatja, hogy minden egyes településen, ahol horvátok élnek, az énekkar egy fontos megőrzője a kultúrának, hiszen ha jól gondolom, akkor ez a Nemzetiségi Önkormányzat egyik küldetése és feladata, hogy megőrizze azt a kultúrát, amelyet ön is említett, hogy akár nagyanyáinktól, nagyapáiktól kaptak. Igen, hát szeretnénk azért a többiektől is tanulni. Nekem az a meglátásom és az a szokásunk jött létre, hogy tehát, hogy mindenkit hívjunk meg, mindig más együtteseket hívjunk meg minden adventkor. Ugye azt elmondtam tavaly is, hogy minden együttesnek megvan a maga nagy ünnepsége. Ugye ezt tisztázok év elején, ki mikor tartja, több is van, csak nem ilyen nagyszabású. Tehát többször rendezünk ilyen kisebb fajta ünnepségeket. Ugye részt veszünk a város minden ünnepségén, meg mi is ilyet szokunk rendezni, de igazából nagyot mindig mi ránk az advent eset. Én örülök is neki, és hát az világos, hogy ahol mi elmegyünk, azokat az együtteseket vissza is hívjuk. Ugye most volt az alkalom, hogy például a Felső Csatárják itt voltak, ők még nem voltak itt, de elmondhatom, hogy Győr-Sopron megyében nincs olyan falu vagy város, mondhatom Móvártól Soproni Szombathelyig, Budapestig, Szegedig, ahol nem voltunk, és Vas megyében is több helyen voltunk, és ezeket az együtteseket felváltva mindig meghívjuk. Általában mindig két idegen együttest hívunk meg, és a többiek pedig ugye helyiek, mindazok, akik itt vannak a szomszéd falukba, ugye mert azt lehet mondani, hogy a mi együttesünknek a 99%-a vagy Kimlén, vagy Bezenyén született. Ugye ez a két horvát település itt a környékünkön, amely ma is Magyarországon igen, található, és ugye járfalú lenne még, amelyik ugye a Pozsony híd főjéhez csatlakozva átkerült. Én a beszédemben is elmondtam, hogy minket horvátokat általában ugye a kereszténység, a munka, a tiszteletadás összetart, és ugye 2002-ben az én elődöm, amit én elmondtam már, hozta először össze ezt az önkormányzatot 2002-ben, és 2004-ben meg alapítottunk egy egyesületet is, hogy azért könnyebben tudjunk érvényesülni. Ugye akkor az elnöke viszont én lettem. És 2006-ban akkor az egyesületek, meg az önkormányzatnak és az elnöke hát kandidálás után én lettem. És mondom, utána aztán gyorsiramban próbáltunk helyrehozni azokat az éveket. Akkor is énekeltünk adventkor. Csak hát kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen családi, tényleg igazi családias dolog volt. Most meg aztán már kiléptünk a nemzetközi porondra is, ugye Ausztriában, Szlovákiában több helyen már felléptünk, és ugye ez azért lökést adott, és ugye hát első ruháink is olyan egyszerűek voltak,
ugye kevés pénzből gazdálkodtunk, és most elmondhatom már, hogy most tavasszal megkapták a új, azt lehet mondani ránk hagyományként őrző ruhákat a hölgyek is, meg a férfiak is. Ugye ez elég nehézkesen jött, de összejött azért. És elmondhatom, hogy ugye, hogy alakult ugye a tambura zenekarunk is. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy a Bezenyéknek van egy tambura zenekaruk, és elhangzott itt is, hogy megalakult végre a tambura zenekar Mosonmagyaróváron is. Ha valaki nem ismeri a horvát kultúrát, de azt hiszem, hogy kicsit kinyithatunk akkor a délszláv kultúrához, de ha hall egy tipikus délszláv zenét, akkor az a gyorsan pörgő, olyan gitáros hangot adó hangszer, az a tambura, ezt láthatja egy kívülálló. Akkor ezt hogy látják a horvátok? Hogy jön a népi hangszer? Ezt a, mondjuk a nagyszülők is játszottak vele? Vagy, igen. Vagy ez mennyire felejtődött el? Egy kicsit meséljen hát nekünk erről. Az igazság, hogy igazából a horvát, akár a horvát dalokhoz, a horvát népmeséhez jobban kötődik a tambura. Tehát mert eredeti formájában is, valamikor öreganyánk is már hasonló, hogy mondjam, hát nem ilyen modern tamburán játszottak, de már is tambura volt, nem összekeverhető a citerával. Az biztos, és megengedhető. Hát az egyiket lent, ja, a másikat pedig kézben. Meg, nem csak azért. Hát már hangzás szempontjából igen. Is, ugye egész más hangokat ad, és a tambura az a hangszer, ami azokat a hangokat tudja visszaadni, amik a horvát népdalokat jellemzi. És még itt mondjuk szoktunk használni, még most is harmonika, az is megy végül is, mert ugye, ha én emlékszem, hogy gyerekkoromban, mikor még édesanyám még színdarabot játszottak, ugye pár, 3-4 éves koromban még emlékszem, akkor volt harmonika is, ugye falója nem volt más, ugye harmonika kísért ezeket a színdarabokat, azokat a énekeket, és utána ugye, mikor már az emberek azért kicsit hozzájutottak már ezekhez a hangszerekhez, mert vannak eredeti hangszerek is, ugye én már láttam őket, van ugye egy nagyon szép egyházi múzeumunk Peresznyén, ott sok minden, hogy mondjam, összejött ezek a régi dolgokból, ott is van ilyen, tehát én már láttam az eredeti tamburákat is. Ha valaki szeretne megismerkedni a horvát népi kultúrával, hagyományokkal, annak is érdemes ellátogatnia erre a horvát adventre, ha erről lecsúszott, akkor pedig a Kimleiek fellépéseit kell keresgélni, hiszen a Kimleiek mindig előadnak egy népi hagyományt, azt akkor elárulhatjuk, ugyanis kimlei származású, tehát akkor valahogy itt egy kapcsolatot is tudunk teremteni, hogy a régi idők, ahogy említette édesanyjának, például akik színdarabot adtak elő, most is volt egy ilyen Borbála napi beszéd, és gondoltak azokra a rokonokra, akik nem tudnak horvátul, hisz röviden összefoglalták, hogy miről is lesz szó, de hát ugye, ha csak a hangokat figyeli az ember, meg a játékot, már akkor is sok mindenre lehetett, egy talpra esett idős asszonyság is szerepelt benne, ilyen jó karakter lehetett. Ahogy aki nem is ért horvátul, de azért az is láthatta, hogy ott hát az biztos, hogy olyan hülyen adták elő, de végül is nem is volt nehéz, mert akik szerepeltek, meg akik tanítják már a gyerekkorukban a gyerekeket is, már falóhelyen ugye szokás volt, meg még most is szokás, ugye, hogy hát én emlékszem még gyerekkoromban a Mikulásra, még hát ez egy nagy dolog volt, a borbála, a karácsony, az új év, az olyan családias volt, tényleg, a gyerekek ezt megélték. Nem voltunk gazdagok, szegények, de igen szép volt. Tehát az, ami most lejátszódott, tehát érezni lehetett, nem kellett azt nagyon érteni, aki magyar, akkor is látta, hogy mi volt akkoriban. Tehát ez a játék, ugye azt nem akarták, ugye, mert úgy kezdődött, azt el kell mondanom röviden, ugye, hogy a karácsony is. Ugye hát amikor 4 órakor ugye kezdett sötétednek, hogy jött a pásztor, jött a trombitájával, meg putogtatott, és abban kezdetét vette a karácsonyi éneklés. Jöttek az óvodások, egész picinyek a nagymamával, a nagypapával, utána mindig nagyobbak. És már késő 10 óra után megjöttek a fiatalok, az idősek, ilyen csoportokba, zenével, akkor volt a harmonika, és énekeltek, és akkor közösen mentünk az éjféli misére. És az valami gyönyörű volt. Tehát akkor tényleg meghitott a karácsony. És ezt azt hiszem, hogy nem véletlenül mondtam azt, hogy a horvátok a kereszténység tartja össze tényleg, mert hittek benne a munkába, a kereszténységben,
és ez a hit azért megmaradt, és azért maradtak fönn ezek a hagyományok is. A kultúra megőrzője nem csak az énekek, a közös énekek, hanem maga a nyelv is. Ugye itt évek óta van horvát nyelvű tanfolyam a városban. Azok, akik esetleg nem a szülői házból szívták magukba az anyanyelvet, hanem érdeklődnek akár egy generáció kiesésével, vagy ugye nem sikerült. Hogy haladnak a fiatalok? Ugye a nemzetiség megtartása az részben annak is függvénye, hogy mennyire sikerül az anyanyelvet, mint identitás eleme ápolni. Hát itt két dolgot kell elmondani. Az egyik oldal az, hogy nagyon nehéz, ugye, mert ugye megkerestük az iskolákat, próbálkoztunk, hogy nem jelentkeznek fiatalok esetleg a horvát nyelvre. Hát ez nem igen sikerült, de azt elmondhatom, hogy most az ősz kivételével, mert a tanárnök volt a szülési szabadságon van, és tavasz, hát ez az ősz kimaradt, de már sokan jelezték, hogy szeretnék, ha folytatnánk, mert több jelentkező van, de én nem csak azt kell érteni, hogy fiatalok, vagy akik meg akarnak tanulni, hanem vannak üzletemberek is, akik például az egyetemisták között is, akiknek, hogy mondjam, céljuk, hogy valamilyen olyan üzletágban fognak, hogy mit tudom, Horvátországgal, vagy közös ügyük lesz, és már több jelentkező van, hogy mikor kezdjük, és akkor minden megígérhetem itt a televízió nézőnek, hogy jövő tavasszal, február végén, március 1-én elkezdjük újból, és elnézést kérek, hogy az ősz kimarad, de hát ilyen tenni. Hál' Istennek azért, ez egy kellemes ok, ami miatt esetleg elmaradhat. A másik, amit szeretnénk még itt elmondani, azt az örömhírt is, hogy rengeteg jelentkezőnk van, akik új és új, hogy énekkarakosunk, akik el akarnak jönni a mi csapatunkba. Ugye valahol a szél horvát, valahol a hölgy, vagy feleség, ugye akarom mondani, és ugye akkor, ha kimarad a feleség, akkor ha ő is akar jönni. Hát most akkor ugye megszervezik mindenképpen, és most már vannak olyan tagjaink a énekkarban, akik tiszta magyarok, de a férjük esetleg horvát családba származik, és szeretnének jönni énekelni. És minden hónapban van jelentkezőnk, úgyhogy mindig új ruhát kell készíteni, ugye, mert az abban is jár, hogy vannak betegek is, mint most is, ugye vannak, akik nem tudnak eljönni, munkájuk másokra szorítja őket, de azért mindig szépen összetart ez a csoport, úgyhogy. És ha már többször is említettük a nyelvet, illetve többször említettük a kereszténységet, talán egy kitérőt is tehetnénk, hisz a Mosoni káplán, aki meg lett bízva Horváth Kimmel lelki pásztori ellátásával is, ő horvát származású, Magyarosi Márk atya. Igen, ő kópházi származású, nagyon örültünk neki, harcoltunk is érte, hogy ide kerüljön Kimmelre, mert ez nekünk nagy előny. Két okból is. Az egyik az, hogy hát tényleg szép, hogy mondjam, horvátul tartja a misét, horvátul prédikál, horvátul tanítja a hittanórát, ez egy hatalmas erőlépés. És ami nekem nagyon fájó pont még, amit nem tudtuk sose megszervezni, hogy bárhol elvoltunk ilyen nagy horvát napon, az akár az országosban, vagy máshol mindig misével kezdődött, horvát misével. Ugye, és nálunk ez így nem sikerült úgy összehozni, de hát most már úgy néz ki, hogy jövőre már talán meg tudjuk oldani ezt a kérdést, mert most már ugye nem volt rá annyi idő, hogy ezt megszervezzük, de szeretném jövőre, tehát Isten tisztelet után megtartani ezt az adventet, mert úgy szép. Én tényleg olyan nevetetést kaptam is, és most is azért vittem oda azt az adventi koszorút is meggyűjtve, hogy annak lángjánál tartjam a beszédemet, mert ez van felemelő, nem? Ez az embereknek a tisztességéről, a szeretetéről, a békéről, a családról szól. És ennél szebb dolog szerintem nem igen van, nem hiszem az ember életébe. Nagyon szépen köszönjük elnök úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet. Ez volt a Hírháttér itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Viszontlátásra!